Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális jóslás. Kavarom a kártyákat, és megnézzük azt, hogy mit mutatnak a képek. Itt látható ez a férfi, ez utalhat a férfiakra, vagy ha te egy hölgy vagy, akkor ez a kép utal a te lelki társadra. Ő most egy új irányba tekint. Kezében tartja ezt a botot, ami jelenti a tűz elemét, az ő bátorságát, a lelkesedését, talán egy új irány, és azt is jelenti, hogy közeledik hozzád, és szeretné átélni ezt a testi kapcsolatot, hiszen erre utalhat a tűz eleme, a szenvedélyekre. Itt vannak még nála emlékek a múltból. Az is lehet, hogy valaki jelentkezett nála, valaki, akit ő a múltból ismer. Persze ez a kép utalhat rád is, hogy valaki gondol rád a múltból, visszatér hozzád, szeretne veled beszélni. Ez a kártya jelenti a múltat, ebben van egy kis nosztalgia is. Itt a hármas szám jelentheti azt, hogy ti ketten találkoztok, és lesz egy új irány, egy közös terv. De azt is jelentheti a hármas szám, hogy valaki befolyásolja őt vagy téged, itt anyagiakról, a munkáról és a hivatásról van szó. A párkapcsolatot illetően ez a kép utalhat a belső értékekre is, hogy ő tervez veled valamit, visszatér hozzád, és keres egy új irányt veled együtt. Ez a kép jelenti a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Az ő érzelmeiről, a te érzelmeidről. Hallgass a belső hangodra. Ez a kártya kiesett a csomagból, és ennek is van egy jelentősége, mégpedig arra utal, hogy ez a téma eltávolodik tőled. Tehát valamit lezársz. Valamire nem kell odafigyelni, hiszen ez már nincs ott. Kiesett a csomagból. Itt érzelmekről van szó, hiszen ez a kép szimbolizálja a víz elemét. Itt a 8-as szám utal egy húzavonára, ami az érzelmeket illeti. Tehát nem volt nyitott érzelmekről beszélni, meg volt a belső feszültség, vagy nálad voltak félelmek, bizonytalanságok, de mivel kiesett a kártya, eltávolodik tőled, tehát javul a helyzet, ez a húzavona, ez a bizonytalanság elmúlik, tehát eltávolítjuk mi is ezt a kártyát. És mivel ez a húzavona, ez a bizonytalanság elmúlt, itt látható már egy új kezdet, hiszen a 10-es szám azt jelenti, hogy kezdődik egy új periódus az életedben, újra a tűz eleme jelenik meg, itt előre mennek a dolgok, itt lesznek fontos döntések, ez lelkesíteni fog téged is, őt is. Azon kívül jelenti a párkapcsolatban a lelkesedést,
és a testi kapcsolatot is. De azért látható itt a háttérben ez a szürke felhő, ez még jelenthet bizonyos félelmeket, de mindketten átteszitek ezen magatokat. Ez a hölgy utal a csillagképekre, ami szerencsét hoz, és minden úgy fog alakulni a közeljövőben, ahogy a csillagképekben megvan írva. És ez lehet egy sorsdöntő döntés, találkozás, vagy sorsdöntő változások. Itt vannak még ugyan korlátozások jelen pillanatban, és ez jelenti még a bizonytalanságot, de megvan az életerő ahhoz, hogy áttegyétek magatokat ezen, hogy induljon itt egy új irány, egy új kezdet, ahogy megvan írva itt a csillagképekben. Az is lehet, hogy a hármas szám azt jelenti, hogy valaki befolyásol téged, vagy őt, egy külső hatás, és valaki megpróbálja őt itt korlátozni. De ő átteszi ezen magát, hiszen nagyon bátor. Itt szintén korlátozásokról van szó, ezt jelenti a 9-es szám, de itt ezen a képen a víz eleméről van szó, ami azt jelenti, hogy valaki megpróbálja manipulálni őt. Tehát hatni akar az ő érzelmeire. És mi fog történni? Itt van az erő, tehát védi magát, nem hagyja magát befolyásolni. Ez a kép azt is jelenti, hogy te adsz erőt számára. És ebben bízik, hogy kettőtök között meg lesz ez a kapcsolat, a testi kapcsolat, hiszen értékes vagy számára, nem akar elveszíteni téged, és ez a szerelem, vagy te adsz számára életerőt. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!